Megvalósult a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az Erasmus Plus program. Ennek köszönhetően számos tevékenységben vehettek részt az oktatók, valamint a diákok is. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most 60 Mónikával, az intézmény igazgatóhelyettesével. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! A kedves nézőknek elmondjuk, hogy mi már ismerjük régóta egymást, ezért tegeződni fogunk. Köszönöm, hogy be tudtál ide fáradni hozzánk, és tudunk egy kicsit beszélgetni erről az Erasmus Plus programról. De először is gratulálok az iskola fennállásának 35. évfordulójához. Ugye beszámoltunk a híradóban is, hogy egy végtelenül színes, sokoldalú iskolát ismerhetünk meg a Vásárhelyi Iskolában, és ennek része ugye az Erasmus Plus program is, amihez az iskola kapcsolódott. Hogyan és mikor történt ez az Erasmus Plus programhoz kapcsolódás? Először 2017-ben döntött úgy, illetve kezdeményezte az angol munkacsoport, hogy szeretnék, hogyha az iskola pályázna a rövid távú Erasmus Plus programra. Ekkor még öt kolléga utazott továbbképzésekre, majd 2020-ban egy fővel többen szintén bekapcsolódtak. Az ő beszámolóik alapján többen kedvet kaptak az iskolában, hogy kipróbálják a külföldi továbbképzéseket, és az igényfelmérés alapján mertük megtenni azt a lépést, hogy akkreditációra pályázzunk. 2022-től 2027-ig szól az az akkreditációs cím, amit mi elnyertünk a Tempusz közalapítványnak köszönhetően, és ebben az évben fog záródni a három szakaszból álló vállalásunknak az első etapja. Mi volt az iskola célja ezzel a pályázattal? Mi az akkreditációban két célt vállaltunk. Az egyik a módszertani gyarapodás, illetve az, hogy külföldi kapcsolatok, külföldi továbbképző intézményekben töltött időben mi a módszertani repertoárunkat bővítsük, megismerjük a legjobb gyakorlatokat. A másik vállalásunk pedig az idegen nyelvi tanárok már utaztak, mint mondtam, de szerettük volna, hogyha nem idegen nyelvi tanárok is az idegen nyelvi képzéseken, nyelvtanfolyamokon részt tudnak venni. Ez a két fő célunk volt a pályázattal. És milyen egyéb tevékenységeket vállaltak még? Vállaltatok? A céljainkat természetesen feladatokra kellett lebontanunk. Mi úgy gondoltuk, hogy eddig a tanári továbbképzések voltak a rövid futamidejű pályázatokban, ezt folytatni szerettük volna, illetve szakmai látogatásokat teszünk különböző külföldi iskolákban, ez job állásárnyékolásnak is nevezik. Ennek az a lényege, hogy a mi tanáraink az ott, ottani iskolában lévő tanárokkal közösen részt vesznek különböző órákon, megnézik a tanítási gyakorlatukat, természetesen ilyenkor az ország oktatási rendszeréről is, illetve az iskola specialitásairól is sok mindent megtudnak, és próbálják itthon adaptálni a mi iskolán gyakorlatába a megszerzett tudást. Volt még egy nagyon nagy lépés, hiszen eddig felnőttek utaztak, munkatársak utaztak, de most diákcsoportokat is szerettünk volna bevonni a pályázatba, ezért a csoportos diák mobilitásokat vállaltunk. Ennek az a lényege, hogy a gyerekek kijutnak különböző országok iskoláiba, és ott együtt tanulnak a gyerekekkel, illetve szabadidős sportprogramokon vesznek részt. Bemutatják egymás országait, azt a települést, ahonnan mi jöttünk, illetve ahová megyünk, és itt, itt, az ő kulturális, földrajzi és különböző történelmi aspektusokról is beszélgetnek. De a leglényegesebb még ebben, hogy ez a kapcsolatépítés, ez a nemzetközi kapcsolatépítés kiterjed arra, hogy egy jobban átélik akár a felnőttek, akár a gyerekek, hogy milyen az Európai Unió országaiban élni, tehát a mindennapokról is tudnak, és a kapcsolatépítés során ez nem csak arra az öt napra vagy tíz napra terjed ki, amíg ők kint tartózkodnak, hanem ezeket a kapcsolatokat tovább is fenntartjuk, illetve bővítjük. Van arra példa, hogy ahol gyerekcsoportjaink voltak, például Malagán, ott ott már várnak bennünket az ősz folyamán, a tanárainkat az állásárnyékolásra, és arra is van lehetőség, hogy ahol a kollégák voltak ilyen intézménylátogatásokon, vagy, vagy továbbképzéseken, akkor oda már a jövőben gondolkodjunk azon, hogy gyerekcsoportot utaztatunk, vagy pedig a továbbiakban is kollégák fognak menni, más szakosok, akik szintén részt fognak venni ebben a szakmai programban. Neked is volt már alkalmad ugye elutazni, te vagy a koordinátor a Vásárhely iskolában. Egyébként hogyan kell a pedagógusoknak regisztrálni, tehát hogy tudnak jelentkezni, hogy tudnak válogatni, kell előzetes képzés, vagy akár előzetes nyelvtudás. Említettem már a Tempusz közalapítványt, akiknek a, a segítsége nélkül nem menne ilyen gördülékenyen a megvalósítás. Az ő honlapjukon szoktunk nagyon sok mindenben tájékozódni. Ott is van lehetőség arra, hogy megnézzük a továbbképzési kínálatot, illetve azokat az intézményeket, amelyek fogadóképesek. Természetesen a mi szervezetünk az megnézi, hogy mi az a lehetőség, ami a legjobb az intézménynek, illetve a kollégák is saját maguk az érvényesülési lehetőségeket. Ezeket összehangolva választanak képzést. Már mi, egy ideje benne vagyunk ebben a programban. Éppen ezért sok e-mailt is kapunk, illetve különböző Facebook csoportok által értesülünk a továbbképzésekről, vagy az intézménylátogatási lehetőségekről, és ezek alapján a kollégák megkeresik azt, ami a szakjuknak, vagy az ő. ő, ő innovációjuknak, meg az iskolának is a legmegfelelőbb. Regisztrálni azt lehetséges úgy is, hogy közvetlenül a képzőszervezetnél, de vannak képzést közvetítő szervezetek, ők is segítik a munkánkat. És így mi a hosszabb dokumentációs folyamatokat végrehajtva megszervezzük a kiutazást, és ott a kiutazás során Teljesítik azt a továbbképzési feltételrendszert, amit mi megfogalmazunk már előre a képzési megállapodásokban. Ezután pedig hazatérnek a tanúsítványokkal, és itthon már elkezdődik a, a tudás átadás egymásnak, illetve a diszemináció sokkal szélesebb körben is. Tehát amikor hazanek a kollégák, illetve a gyerekek, akkor az ott szerzett tapasztalataikat át tudják adni az itt maradt kollégáknak, gyerekeknek, vagy akár akkor gondolom arra is van lehetőség, hogy akár más iskolák kollégái is ismerkedhetnek ezzel, hiszen nem mindenki jár így élen az Erasmus Plus programban, mint a vásárai iskola. Igen, ezt azt hiszem, hogy nagyon sok idő és energia, de óriási profitálás, ami a hozadéka ennek. A gyerekek is szoktak egyébként diszeminálni. Ez azt jelenti, hogy mivel ez egy több évet átölelő rendszer, és elsősorban nyolcadik osztályosok szoktak utazni, akkor ők az évfolyamtársaiknak és a hetedikeseknek szokták bemutatni azt a programot, amit, ami részt vettek. A felnőttek esetében pedig szintén a kollégák egymásnak, de ez sokkal kiterjedettebb, mert van, amikor más iskoláknak is bemutatjuk a programunkat, most például idén nem is olyan régen két bemutató órát szerveztünk, amelyre jöhettek más iskolákból is kollégák, és ott kaptak egy tájékoztatást is arról, hogy az Erasmus program miről szól, illetve miért érdemes pályázni. Ennek következtében volt is arra lehetőségem, hogy több iskolának tartsak online tájékoztatót és mivel ott több kolléga részt vett, és egymással is beszélgettek, ezért főleg a pályázati beadások előtt többen is megkerestek, és van, akinek csak egy rövidebb telefonos segítséget nyújtottam, de volt olyan eset is, amikor egészen a pályázat beadásáig, illetve a megvalósítás során is segítettem egy-egy intézményt. Jövőbeli tervek, további pályázatok? A pályázatunk, mint mondtam, 2027-ig szól az akkreditáció. Mi már most elkezdtük megvalósítani a következő etapot, a 2023-ast. Igaz, hogy 23 a 23-as a dátum, de van egy bizonyos futamidő, amely alatt meg kell ezt valósítani. Tehát épp a jövő, már múlt héten is voltak, és a jövő héten is utaznak továbbképzésre kollégák, illetve a nyáron többen indulnak továbbképzésre és szakmai látogatásokra is, aminek a célországa, amint említettem, Spanyolország és Malaga, és a gyerekeket pedig Észak-Olaszországba fogadja majd egy intézmény. Az egyik csoport, mint szoktuk azt szervezni, a német munkanyelvű csoport lesz, a másik pedig az angol munkanyelvű csoport. És februárban adtuk be a következő költségvetési igényünket, és bízunk benne, hogy ismét támogatást nyerünk, és egészen 2027-ig tudjuk folytatni majd ezt a programot. Hol lehet részletesebben olvasni az Iskola Erasmus Plus programjáról? A honlapunkon, az Iskola honlapján, illetve a Facebook oldalon lehet olvasni egész részletesen egy összegzőt is, illetve a kollégáknak a fényképes beszámolóit, és a gyerekeknek a beszámolójából is egyes részleteket. És engedj még meg egy utolsó kérdést, mert rögtön jár az időnk, hogy a képzésen túl, ugye szakmainak fejlődhetünk, meg a gyerekek is, ugye a projektekben részt vehetnek együtt, munkálkodhatnak. Mi az, amiért még ajánlanád ezt akár pedagógusoknak, kollégáknak, akár a gyerekeknek, hogy igenis részt kell venni az Erasmus Plus programban? Hát azt hiszem, hogy azért, mert óriási élmény. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a kirándulásról szól, arról is. Tehát egy országot, azt a tájat, azokat az embereket megismerni, ez egy óriási dolog számunkra. De a másik, ami nagyon-nagyon ami fontos, hogy amikor egy-egy továbbképzésen vagyunk, vagy a gyerekek együtt vannak más nemzet országaiból jövőkkel, akkor nagyon sok minden van, amit látunk, például a digitalizációból, abból, hogy milyen toleránsak egymások, egymással az emberek, arról, hogy milyen nagyon fontos az, hogy, hogy egymást tudjuk tisztelni. Nagyon nagy hozadék a szociális kompetencia fejlődése a gyerekeknél, vagy a kollégáknál, ez hozzájárul ahhoz, mivel a. a a kollégáknak, a pedagógusoknak a személyisége az egy alappillére a nevelésnek, oktatásnak. Tehát az ő jó, jó közérzetük, hogy teremteni tudnak ott a, egy, egy jó légkört az osztályban, és így tudnak tanítani. Azt hiszem, hogy ez közös érdekünk, hogy a, a megfelelő feszültségoldási módszereket voltak is, ilyen továbbképzések el tudják sajátítani. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy rengeteg olyan lehetőséggel találkozunk, amit akár az iskolában tudnánk alkalmazni a fenntarthatóságról, vagy az egészséges életmódról. Egyszerű példát mondok, olyan iskolában jártak Lengyelországban a gyerekek, ahol Mikulás idején voltak ott, vittek ajándékot, meg egymást, de külön kérték, hogy édességet ne vigyenek be az iskolába, mert cukrot, csokoládét nem szeretnek látni az iskolában, és nem is szoktak vinni a gyerekek. Ehhez szoktak hozzá. Értem. Hát ez is egy jó példa. Köszönöm szépen, hogy be tudtál hozzánk fáradni ide a stúdióba, és még egyszer gratulálunk a sikeres Erasmus Plus programhoz. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.